Két éve merült fel a Veselényisekben, hogy 24 óra alatt játékkockákból rakják ki Szabolcs-Szatmár-Bereg megye térképét. A több száz diákot megmozgató rendezvényt végül tavaly szervezték meg a nyíregyházi legógyár támogatásával. Akkor az igazság, nem gondoltuk, hogy ez a kapcsolat ilyen sokáig fog tartani. Az építés után négy diákon megkeresett azzal, hogy a maradék kockákat felhasználhatják-e arra, hogy saját kreativitásukat kifejezzék. Ennek a végén azt vettük észre, hogy év végére a magatartási gondok eltűntek, illetve az eredményeik javultak, és 2014. szeptember 1-én alakítottuk meg a Teker nevű csoportunkat. A nemzetközi sikereket elérő csoport tagjai közösen ötletelnek, hogy mit is valósítsanak meg. Nincsenek ragasztva a képek, ezeket sima felületen építettük, és úgy kereteztettük be egymásra, vagy alapokra építettünk. Több tízezer kockát használtak fel a diákok az elmúlt hónapokban, ehhez szükséges az iskola partnere a LEGO támogatása és szakmai segítségnyújtása is. Folyamatosan gondolkodunk természetesen azon, hogy hogyan tudjuk azokat a tehetségeket segíteni, akik valamilyen szinten kötődnek a LEGO-hoz. Ezek lehetnek olyan gyerekek, akik tényleg nagyon kicsikék, vagy lehetnek éppen nagyobbak, vagy lehetnek valóban középiskoláskorúak, mint azok a tehetségek, akik ezeket a gyönyörű alkotásokat összehozták. A veselényis diákok munkáját a gyár játékcsomaggal ismerte el, az alkotásokat pedig a nyíregyházi központjában állította ki.